Sziasztok, Kormos Zoltán testépítő világbajnok vagyok. Egy pár szót szeretnék szólni a táplálék kiegészítőkről, illetve azoknak a fontosságáról, mert igen, fontosak. Másra van szüksége nyilván egy hobbi sportolónak, mint egy versenysportolónak. Először nézzük meg a hobbi sportolókat, hogy én miket szoktam javasolni a vendégeimnek, a tanítványaimnak. Alapszinten szerintem szükség van mindenképpen egy jó minőségű proteinre. Általában én a tejsavú proteint szoktam javasolni, de ha valakinek laktózérzékenysége van, és nem bírja, mert találkoztam már ilyennel is, akkor még mindig ott vannak a növényi fehérjék, illetve a marha fehérje. Ezen kívül szerintem szükség van egy jó erős multivitamin csomagra, aminek a kapcsán sokszor megkapom azt a kérdést, hogy mit érzek, amikor szedem a vitamint. Semmit. Viszont, hogyha nem szedem, azt viszont érzem. Ugyanis a vitaminok és ásványi anyagok, azok optimalizálják a szervezetnek a működését. Tehát jobb lesz az emésztés, jobb lesz a regeneráció, tehát gyakorlatilag a test tökéletesebben működik, hogyha el van látva megfelelő mennyiségű és minőségű vitaminnal, illetve ásványi anyaggal. Amit még szoktam javasolni, az a glutamin, ami segíti a regenerálódást, illetve a BCA, ami az izomleépülést gátolja meg. Elmondom, hogy én hogy oldom meg a táplálék kiegészítők problémáját, hogy mikor, mit és mennyit. Általában van három kis dobozkám, amit szintén este a következő napi ételekkel együtt készítek össze. Van egy esti dobozka, ami este lefekvés előtti bogyókat és táplálékkiegészítőket tartalmazza. Van egy másik, ami a következő nap reggeli tápkiegeket tartalmazza, illetve egy harmadik, ami az edzés előtti, illetve utáni táplálékkiegészítőket foglalja magában. Ez most így nagyon ijesztőnek hangozhat egy kezdő számára, vagy egy átlagember számára, de ne felejtsétek el, hogy egy profi sportoló mindig mindenből többet és sokkal kifinomultabban fogyaszt, mint egy átlagember. Átlagember számára nagyon egyszerű a megoldás, nem az, amit az egyik ismerősöm mondott, hogy a tápkiegnek a mértékegysége a marék, hanem az, ami rá van írva a dobozra. Nagyon egyszerű, megfordítjátok, elolvassátok a címkét, és rajta van, hogy melyik kiegészítőből mennyit és mikor kell fogyasztani. Sokan félreértik azt is, hogy mit jelent igazából ez a táplálék kiegészítő, és ettől várják a csodát. Ezek nem csodaszerek. A nevükben is benne van, hogy táplálék kiegészítő. Tehát a legfontosabb, hogy legyen egy jó, kiegyensúlyozott diéta, egy jó táplálkozás, és vannak bizonyos dolgok, amiket nem tudtok megfelelő mennyiségben bevinni a normál táplálkozás során. Ezt lehet kiegészíteni a kiegészítőkkel, erre valók, hogy így például megfelelő vitaminbeviteletek legyen, mert sokan mondják, hogy ó, eszek én zöldséget meg gyümölcsöt. Igen ám, csak hogy a mai megvásárolható gyümölcsöknek és zöldségeknek a vitamin tartalma az már csak töredéke annak, ami mondjuk 100 évvel ezelőtt volt. Mindegyiket éretlenül szedik le, tehát a vitamin tartalma az gyakorlatilag elhanyagolható, és így az egyetlen egy mód, ahogy fedezni lehet a vitamin szükségletet, ez a bogyó, a táplálék kiegészítő. Van egy másik csoport is, akik nem a táplálék kiegészítőkből várják a csodát, hanem pont ellenkezőleg egyáltalán semmit nem fogyasztanak. Nem figyelnek az étkezésükre, és így próbálnak meg valami előrehaladást elérni. Most, ha ők nem változtatnak a diétájukon, és kakaós csigát eszik, de emellé elkezd valamilyen táplálék kiegészítőt szedni, akár vitamint, akár proteint, már ezzel javítani fog az egészségi állapotán, illetve a kinézetén is. Mert biztos vagyok benne, hogy egy shake-kel legalább a protein bevitele közelebb lesz az ideálishoz, mint hogyha csak kakaós csigát eszik. Tehát megállapíthatjuk, hogy a táplálék kiegészítők mindenki számára hasznosak, és ezért szívből ajánlom nektek, hogy nézzetek utána, hogy nektek mire van szükségetek, és vásároljátok meg őket. Ha máskor is megnéznétek hasonló tartalmakat, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra.